Komoly összeget mernék feltenni arra, hogy a legtöbben azt sem tudják, létezik a Pékek Világszövetsége. Pedig van ilyen, a szervezet székhelye Svájcban található, és tagjai komoly szakmai érdekképviseletet látnak el. Emellett pedig még arra is volt idejük és energiájuk, hogy a szövetség 2001-es kongresszusán október 16-át a kenyérvilág napjává nyilvánítsák. A világnap célja, hogy bemutassa a világ legfontosabb élelmezési cikke, vagyis a kenyér jelentőségét. Hogy mindezt miért pont október 16-án, azt hosszas nyomozás után sem sikerült kiderítenünk. A világnapot természetesen nem csak az egyhetes program sorozatot szervező Szent István mezőgazdasági szakközépiskola ünnepli, ma már közel 30 országban emlékeznek meg róla, a legtöbb helyen karitatív jelleggel, ezen a napon ugyanis a pékek adományaikkal segítik a rászorulókat. Az első kenyeret készítő embereknek az egyiptomiakat tekintjük. A falfestményeken látható az isteneknek felajánlott kenyér, és a régészeti kutatások igazolják, hogy Egyiptomban a kenyér hozzátartozott a mindennapi élethez. Egyes ábrázolásokon például kerek és kúp alakú kenyerek láthatók, amelyek feltehetően kelesztettek voltak, hiszen a Nílus vize tartalmazza azt a fajta élesztőanyagot, amivel Egyiptomban ma is sütnek. Éppen ezért szinte visszalépésnek tűnik, hogy a görögök eleinte kovásztalan kenyeret ettek, csak a Krisztus előtti utolsó évezredben kezdtek kovászt is használni a keresztéshez, és akkortól már kemencében sütötték a kenyeret. Mára a kenyér elsősorban más ételek kísérőjeként funkcionál, és a legtöbbek számára az étrend természetes velejárója. Ezzel együtt a világ számos részén ma is különleges jelentőséggel bír, hagyományok, rituálék kapcsolódnak hozzá, elég ha csak az új kenyér ünnepére, vagyis az egykori hála áldozat szimbolikus eseményére gondolunk.